amikor humoros a szöveg, hát hogy akkor mit csináljon az ember, mert láthatóan a szerző azt akarja, hogy a közönség nevessen. Én hiába fordítom le magyarra, esetleg az nem mulatságos magyarul, mert a hány nyelv ugye annyiféle. Akkor veszem a bátorságot, és magyarul valami olyasmit írok, ami hát talán köszönő viszonyban van az eredetivel, de poénnak poén. Talán csak veszélyes kísérletet érdemes végezni, nem? Végülis a kísérlet szóban benne van a kísértés is, meg a kísértet is. Hát most tényleg, hát egy kísérletnek nem biztos az eredménye, hát nem azért kísérlet. Üdvözlöm a Kultúrcsepp nézőit! A mai műsorban Nádasdy Ádám, nyelvész, egyetemi tanár, műfordító, költő, esszéista lesz a vendégünk. Egyfajta általános nyelvmunkás, ahogy ő fogalmaz. Tartsanak velünk! Hihetetlen élmény volt, amikor felfedeztem a magam számára a Nádasdy Ádám szövegeit, mert hogy a Milyen nyelv a magyar című kötetében ilyen mondatok vannak, hogy tűrjük fel az ingujunkat és vágjunk bele az uráli összehasonlító hangtan konkrét részleteibe. És az ember, úgy az átlag olvasó, mint amilyen én is vagyok, rájön, hogyha nagyon akarja, még meg is érti a nyelvészt. Úgy, hogy közben nincsenek nagyon hangzatos szakszavak, nincs érthetetlen szöveg, hanem humor van, és szöveg, amely párbeszédre késztet bennünket. Vajon hogyan érzett rá arra, hogy a tudományt le lehet hozni arról a csúnya piedesztáról, úgy, hogy közben a hozzávaló viszonyunk se sérüljön meg, mert hogy ez egy nagy felelősség. Köszönöm, hogy ezt mondja. Nagy tanári gyakorlatom van, azért az segít ebben. Sok-sok évtizeden át tanítottam nyelvészetet, és emlékszem, az iskolában például nagyon jó matematika tanárom volt, és ő is azt a száraz tantárgyat, talán még a nyelvészetnél is szárazabb tantárgyat, úgy tudta valahogy előadni, vagy ha nem a tantárgyat, akkor ő maga egy vicceset mondott, egyszerűen megspékelte valamivel, anélkül, hogy a tárgy komolyságából elvett volna, és ezt igyekeztem, örülök, hogy ezt így mondja, tehát hogy azért érezze az olvasó, hogy ez egy komoly tudomány, hogy ez nem vicc, de valóban vannak szeletei, amiket meg lehet mutatni könnyen. Aztán persze van egy pár dolog, amire nem tudtam kitérni, mert az már messze volna. Hasonlít egy kicsit a régészethez a nyelvtörténet, mert ugye a régészetnek is vannak nagyon száraz és unalmas részei, hogy hosszasan kell egy ecsettel kefélgetni azt a csontot, amíg kiderül, meg nem szabad hozzányúlni, meg nem szabad kivenni a helyéről, ahol találta, le kell fényképezni, mit tudom én. De önmagában persze egy nagyon izgalmas felfedező út a régészet is. Itt is erről van szó, és hát a régészetnek is vannak nagyon jó népszerűsítő könyvei most, hogy beszélgetünk rájövök, én azokból vettem példákat, hogy némely dolgot ők is elmondanak, hogy honnan tudjuk, hogy az avarkori sír, és nem pedig, nem tudom én, milyenkori, mert hogy így tartja a kezét az a holttest, vagy úgy tartja a kezét, vagy ilyesmi. Tehát, hogy mik az apró jelek, amikből mi dolgozunk. És hogy az első látszat, az nem mindig meggyőző, és nem mindig igaz. Ugye említem, hogy az, hogy a szakál, az törökül is szakál, az nem mutat semmit tulajdonképpen, csak az, hogy ez a két közösség kapcsolatban állt egymással. És persze megértem, hogy a diákok ezt nagyon-nagyon értik, és szeretik ezt a stílust, de mit szól ehhez a szakállas szakma, akkor maradjunk ennél a példánál, vagy úgy egyáltalán a szakma, tehát hogy értik és elismerik így? Örömmel jelentem, hogy igen. Ugye elolvasták kollégák, szaklektorok, mielőtt ez nyomdába ment. Volt is, ahol megjegyezték, hogy hát azért ekkorát hazudni már nem kellene, mert hát óhatatlanul érti, hát az ember kicsit legömbölyi dolgokat. És van olyan, amire azt mondták a kollégák, hogy rendben van, mehet így, akit érdekel, majd megtanulja, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Volt olyan, amire azt mondták, hogy jaj, hát ezt inkább hagyjuk, vagy ne menjünk bele. Példát kaphatunk? Hát igen, például a székely írás, vagy más néven rovásírás esetében Sándor Klára, kiváló szakember, elolvasta, és ő jó tanácsokat adott, és azt mondta, hogy erről ennyi elég ide, mert ennél sokkal több bizonytalanság van.
és hát most abban így nem érdemes egy ilyen könyvecskébe belemenni. És nyilván fontos azért a szakmai visszajelzés. Nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy a kollégák elfogadják ezt, sőt, hát támogatják ezt, mert például én remélem, hogy fiatalok esetleg azt mondják, hogy jaj, de érdekes, hát akkor menjünk nyelvésznek. Hát ennek ugye jelentős a műfordítói munkássága is, tehát nem tudom, Dante, Bernácsó, Shakespeare fordításai közepette is van lehetőség a játékra? Vagy milyen szabadságot ad az a munka? Igen. Például, amikor humoros a szöveg, hát hogy akkor mit csináljon az ember, mert láthatóan a szerző azt akarja, hogy a közönség nevessen. Én hiába fordítom le magyarra, esetleg az nem mulatságos magyarul, mert a hány nyelv ugye annyiféle, akkor veszem a bátorságot, és magyarul valami olyasmit írok, ami hát talán köszönő viszonyban van az eredetivel, de poénnak poén. És hát akkor hadd nevessenek. Tehát a Rómeó és Júliában ugye egy véletlen folytán leszúrják Merkúciót, akinek tulajdonképpen nincs is szerepe az egész történetben. Ugye ő csak ott van, mint a Rómeó barátja, de hát halálos sebet kap, és akkor ez egy ilyen gúnyos, jópofáskodó alak. És akkor az angol valami olyasmit mond, hogy megfőztetek engem, mondja, tulajdonképpen arra vonat, hogy közli, hogy ő halálos sebet kapott. És akkor magyarul azt írtam, hogy lekvárt csináltatok belőlem. Na, úgy éreztem, hogy ez felelne meg körülbelül. Hát ilyesmin lehet mondjuk akár szórakozni is. De ez egy hosszú folyamat, nem? Amíg megtalálja a megfelelőt? A lekvárt ebben az esetben? Néha azonnal bejön. Néha hirtelen ott van, néha meg valóban javítgatom, áthúzom, másnap megnézem újra, de van úgy, hogy rögtön beugrik. Olvastam, hogy dolgozószobájában nincsen szép irodalom, csak szakkönyvek vannak, ez mert igaz. Ez a munkatere. Ez igaz, igen. Jó, van kivétel, ott vannak Shakespeare összes művei, mert persze hát nekem az ugye munkaeszköz. Van többféle magyar kiadás, azok is ott vannak, Jánosházi Györgytől visszamenőleg Vörös Marti Mihályig. Azokat lekapdosom néha a polcról, hogy mit csinált a kolléga. Dante isteni színjátéka, amivel szintén dolgoztam, az is ott van, de valóban csak ez a két hát szépirodalmi mű való, de azok több kiadásban is, több nyelven is. Számomra az volt érdekes, hogy Ádám fordított magyarról magyarra. Hát ugye itt Katona József bánkbányára gondolok. Így van. És azt is tudom, hogy azért sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán ugye újra kell lefordítani ezt a szöveget, tehát ahogy ön fogalmazott, ez az izgalmas szöveg. Vajon nem veszélyes kísérlet újrafordítani, ezáltal kicsit újraértelmezni? De, veszélyes kísérlet. De talán csak veszélyes kísérletet érdemes végezni, nem? Végülis a kísérlet szóban benne van a kísértés is, meg a kísértet is. Hát most tényleg, hát egy kísérletnek nem biztos az eredménye, hát nem azért kísérlet. Tulajdonképpen igaza van. Én a Katona József bánkban szöveget szépen gondosan ugye a bal oldalra oda nyomtattam. Sok munka volt vele, mert visszamentem az eredetihez, a kritikai kiadáshoz, hogy pontos vesző van, vagy vesző van, vagy mit tudom én. Hogy azt mondja-e, hogy szüntelen vagy szünetlen, ami nem mindegy a ritmus szempontjából. Tehát azt rendbe tettem, és a másik oldalra szembe vele csináltam egy mai magyar prózai fordítást, ahol igyekeztem pontosan elmondani, hogy mit mond Katona. Hát, hogy ennek mi a veszélye, őszintén nem látom én olyan nagy veszélynek. Mert hogy az eredeti szöveg még megmaradt, tehát hogy nem törölték ki az irodalomból. Ott van. Tény azonban, hogy nagyon sok iskolás például, akiknek ez elő van írva, lehet, hogy csak az általam írott mai magyar szöveget fogja elolvasni, na de legalább elolvassa, míg az eredetit nem fogják elolvasni ma már, mert nagyon nehéz. Katona idejében is nehéz volt. Nehéz volt, úgy van, de hát a nyelv változott is sokat. Például ilyesmit, hogy szünetlen. Azért azt ők még természetesen használták. Nekünk már fennakad rajta a szemünk, hogy micsoda.
ráadásul katona a nyelvújítás előtti szövegvilágban élt, és azért sok dolgot még másképp nevez. Igen. Elképzelem, hogy micsoda varázslat lehet egyébként zsonglőrködni a szavakkal, vagy megtalálni a megfelelőt, és másként értelmezni, mint ahogy mi használjuk a nyelvet. Vannak ilyen kedvenc szavak, mint mondjuk Kosztolányinak, ahogy voltak, amely úgy jól esik a fülének? Hát nehéz elvonatkoztatni persze a szónak a jelentésétől, de én nagyon szépnek találom azt a szót, hogy oszlop. Például, mert maga egy oszlop is egy nagyon szép dolog, itt mögöttünk is vannak oszlopok, meg nem tudom, kellemes hangzású oszlop. Igen, meg más nyelvet is annyira birtokolni, mint az anyanyelvét, tehát hogy az is hihetetlen lehet, ott is meg lehetnek a kedvencek. Igaz, igen. Angolul jól tudok például. Ott van egy olyan érdekes szó, reluctant. Azt jelenti, hogy húzódozó, valaki, aki immelámmal csinál valamit, reluctant. De hogy ezt így egy szóba ki tudja fejezni, vonakodó, de azért nem vonakodó, csak úgy olyan angolosan, finoman jelzi, hogy ő nem igazán lelkes a dologért. Erre van egy külön szó, reluctant. Gyakori a panasz egyébként, ugye, hogy romlik a magyar nyelv tisztasága, tehát sok-sok idegen szó kerül be a nyelvünkbe. Mit tud ehhez szólni a nyelvész? Tehát, hogy nem tudom, zavarja, ha fiatalok használják a like, a cool kifejezéseket? Engem nem zavar semmi, mert nyelvész vagyok. A nyelvész az nem tudja zavarni, mert az csak figyeli a nyelvet hallatlan izgalommal és érdeklődéssel. Nem akarja dobozba zárni, ami van, ami megvan? Nem. Hát azt a nyelvész pontosan tudja, hogy ezt nem lehet csinálni. Hát különben nem létezne mondjuk olasz nyelv, hanem még mindig latinul beszélnének. Hát érti, az évszázadok alatt, 2000 éve, ez ugyanaz a nyelv, ugyanazok az emberek beszélik. Anyáról lányra, apáról fiúra, el se költöztek, ugyanott laknak. Tehát addig változott, amíg azért már nagyon más. Hát most ezt, erre nem lehet se jót, se rosszat mondani a nyelvi változásról. Az egy másik kérdés, hogy az idősödő emberek gyakran nosztalgikusan gondolnak a saját fiatalkorukra. De ott nem csak a nyelvi használatra, az öltözködésre is, nem? Hogy bezzeg akkoriban még megadtuk a módját. Vagy hogy más ételeket ettünk, vagy ó, milyen bútorok voltak még akkor. Mit tudom én. És ugyanúgy hát a nyelvnek a használata is, hogy akkor még mondtuk azt, hogy cudar ember valaki. Ma már én ezt soha nem használom. Maga még ezt használja, hogy cudar? Nem, de használhatnánk. Igen, de hát kopik kifelé, helyette jön be más. Igen. Az idegen szavak is, hát itt van a magyar nyelv 1000 éve, hát az oszlop például, az egy szláv szó, és azt hiszem stolp talán a szlávban ugyanez a szó. Vagy hát jó, hát gondoljon a latinra, motor, vagy nóta, vagy tinta, vagy hát akármi, hát szóval tele vagyunk, ez folyton így megy tovább. Feltűnt egyébként nekem friss olvasmányi élményem a Szakállas Neptun, és feltűnt, hogy ott is vannak azért idegen szavak. Például az abóvó tetszett nekem, mert hogy ugye nem megfelelően használja az egyik főhős, mert hogy nagyzolni akar az idegen szavakkal. Egyébként gyakran esünk ebbe a csapdába, nem? Hogy úgy jól hangzik. Ez igaz. Ezen én is nevetek, de nem mint nyelvész tulajdonképpen, akkor mint magánember esetleg fanyalgó. Elegánsabbnak érezzük a saját nyelvünk használatát, hogyha teletűzdeljük idegen szavakkal? Hát azt hiszem, sokan így vannak ezzel valóban. Igen, igen. Hogyne? Azt mondani, hogy a kondíciók megváltoztak, inkább, mint a feltételek megváltoztak. Vagy hogy ez tradicionálisan így van, inkább, mint hogy hagyományosan így van. Hát ez sznopság, ezen lehet mosolyogni, vagy fanyalogni. Persze nyelvészetileg, persze hát ezek ugyanolyan szavak, mint más. Tudja, milyen ez, mikor megnyílt a határ nyugat felé, akkor emberek olyan szatyorral jártak, ami nyugati áruházak neve volt rajta. Bécsből mondjuk a Gerngross áruház, és akkor ő azzal ment Pesten is, vagy itt errefele is, hogy lássa mindenki, hogy ott vásárolt. Hát olyan ez tulajdonképpen. Ez egy emberi gyarlóság.
Igen, mondjuk itt Erdélyben nekünk azért kicsit mást jelent, ugye, hogy ki és hogyan beszél magyarul, vagy mennyire beszél magyarul. Talán lehet, hogy még jobban féltjük ilyen szempontból a nyelvet, ugye, és azt mondjuk, hogy hát beszélj magyarul, ne angolul, vagy ne németül. Igen, igen, ezzel én tisztában vagyok, de nem tudom, az se jó, hogy mondjam, a purizmus az nem jóhoz vezet, mert az meg akkor egyfajta karanténba zárná a magyart. Tehát nehogy az legyen, hogy a fiatalokat addig nyaggatjuk, hogy ne így, meg ne úgy, meg ne amúgy, hogy a végén azt mondják, hogy egyen meg a fene, akkor inkább románul beszélek, mert akkor senki sem fog nyaggatni emiatt. Tehát óvatosan, óvatosan. Tehát meg nem a szavak számítanak. Tehát ugye azt mondja, hogy én a fisát benyújtottam a kórházba, ez magyarul van, hát ez a lényeg. Érti, mert a fisát t, ez az érdekes, hogy ott a tárgyrag a végén. Meg a benyújtottam az igekötő, meg a nyújtottam végződés, meg az a névelő, és itt ez a lényeg. Nem a szavak a lényeg, hanem a szerkezet, az egész mechanizmus, ami viszi a szavakat, telerakhatja román szavakkal, akkor is érti, azt mondja, hogy én a fisát a hospitálba odaadtam a doktornak, még mindig magyarul van. Ádám beszél románul is? Ezt nem tudtam. Ez nem a helyes kifejezés. Én tanultam románul, én olasz szakot végeztem az egyetemen, angolt és olasz. Hát eleve az olasz nagyon hasonlít a románra. És a professzorunk, aki az úgynevezett romanisztikát tanította, erdélyi ember volt, Tamás Lajos. Nagyon jól tudott románul. És ő nagy természetességgel kevert román példákat a magyar nyelvű előadásába, úgy, ahogy portugált vagy katalánt is kevert, de mindig ügyelt arra, hogy román is legyen köztem, mert azt gondolta, hogy igen, hát az is egy általa jól ismert neolatin nyelv. És engem megérdekelni kezdett, és akkor hát tanultam is, meg akkor ide is jöttem, és hát ahhoz elég könnyű, meg rengeteg a kétnyelvű felirat. És akkor köszörülöm az agyamat, hogy melyik itten a vigyáz, meg ha jön a vonatból, melyik. És akkor néha nagy örömeim vannak. Urma, ugye, az követni például. Na most gondolkoztam, hogy mi a fene ez, és olaszul orma az a nyom, amit hagy valaki a földön. És nyilván ugyanaz az ősi latin szó, ami az olaszban nyomot jelent, a románban meg hát valakinek a nyomában járni, vagy így követni. És ott van a jellegzetes úzás, ugye a román jobban szereti az ú hangot, mint az olasz meg az ó hangot, és így. Tehát a nyelvész az ott van mindig, mint ahogy ott van a kötetben is egyébként, a novellás kötetben, mert hogy érdekes volt felfedezni nem csak az idegen szavakat, ezentúl ott van az angol nyelv, amely sokszor egy közös nyelve főhősöknek, illetve a kultúrák találkozása, mondjuk a Szakállas Neptunban, a címadó novellában, igen, hogy igen, hogy van igen. Amerikai, japán, magyar és zaragózai fiú találkozása. Spanyol. Igen, igen, igen. Igen. És a japán ugye ez nem tudja rendesen kimondani, hogy lukratív, hanem azt mondja, hogy ruklatív, ugye jövedelmező munkát jelent. Igen. De ez tudatos egyébként, vagy csak egyszerűen igen. Ösztönből jön? Hát egy olyan világ, amit én ismerek. Hát. Érti, hát nyilván, ha falun élnék, akkor nyilván lehetne a sertéstenyésztésről példák jöhetnének be, vagy hát falusi életképek jönnének be, de hát mivel nyelvész vagyok, városon élek, ezek jönnek be, ez az én élményanyagom. Ez a 12 novella minden főhőse homoszexuális. Élnék az átlagos életüket, hogyha nem lennének ezek a fránya előítéletek. Felszabadító egyébként írni a homoszexualitásról? Már ez is furcsa, hogy ezt én megkérdezem, mert hogy nem is szabadna kérdés legyen. De hát ilyen világban élünk, hogyne, ez így van. Hasonló a helyzet most a melegek világában, mint a nőemancipáció volt 100 vagy 120 évvel ezelőtt. Szerintem akkor ugyanígy felszabadító volt arról írni, hogy egy nő egyetemre került, vagy egy nő az életét a kezébe vette. Ismeri Ibsentől a Nóra című darabot. Ugye, hát ez micsoda felszabadító dolog volt, hogy egy nő elválik, és otthagyja a férjét és a gyerekeit, és elmegy. Hanyatlik a világ, ugye? Igen, igen, igen. Ugye? És akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy ez erkölcstelenség, hogy így nem szabad viselkedni,
hogy egy nő annak. Megvan a megszabott helye, ugyanúgy ma azt gondolják sokan például, hogy mondjuk egy meleg pár az ne fogadjon gyereket örökbe, mert azoknak az nem való, mások meg azt mondják, hogy de miért is ne lehetne. De nagyon sokban hasonlít a nővel ma. Hát ez is egyfajta emancipáció tulajdonképpen. A 60-as, 70-es, 80-as években játszódnak a történetek, de azon gondolkodtam, hogyha mondjuk eltekintenénk ettől, ezektől az évtizedektől, bár kevés utalás történik az időre, ugye a helyet azt úgy be tudjuk határolni, ha mondjuk áthelyeznénk a mába ezeket a történeteket, akkor is élnének, sajnos vagy nem. Tehát nem tudom, hogy mennyit változott azóta ez a kérdés. Lett jobb a helyzet? Jobb lett a helyzet, hogy ne. Hát például, hogy ez a könyv megjelent. Ugye? Azért vegye észre, hát különben nem volna így. Akkoriban ilyesmit nem lehetett kiadni. De sokkal természetesebb azért nagyon sokak számában az, hogy egyáltalán melegek léteznek, sokan ismernek ilyen embereket, többen is, főleg a mindennapokban. Érdekes módon, tehát én számos meleget ismerek, akik olyan helyen laknak, meleg párok, a szomszédok is tudják róluk meg. Tehát már nem is jut eszükbe, hogy ők eltagadják, vagy hogy ők kitaláljanak valamit, hogy ők miért is laknak együtt két férfi, vagy két nő, meg hogy... Tehát ez már így nem ismerül föl. Hát miért ne ez így van? Talán még, hát jó, például Magyarországon a jelenlegi kormányzat, a Fidesz kormányzat, az fanyalgását vagy nem tetszését fejezi ki a melegséggel kapcsolatban. Például az örökbefogadást megnehezítették, vagy hát gyakorlatilag lehetetlenné tették, amit remélem, hogy nem fog sokáig tartani, semmi se tart örökké, de ezek igazak. De a mindennapi élet szintjén ez nem. Tehát sokat javult a helyzet. Két felhő között ím lógva maradtam, s lábam kalimpál a semmibe. Nincs biztos föld, szilárd talaj alattam, de legalább ellátok messzire. Így kezdődik a jól látható a lógóki című verse, ugye, amely a kötetnek a címadó verse is. Meddig lát most el, Ádám? Milyen műfajt hódik meg a következőkben, azt lehet tudni? Maradok a jelenlegieknél. Meg hát nézze, azért én mindig egy körön belül mozogok, minden a nyelvvel kapcsolatos. Nyelvmunkás, ugye ez? Igen, pontosan, általános nyelvmunkás. Javít, szerel, kicserél, amit kell. Úgyhogy most, hát igen, lehet, hogy lesz fordítói munka. Az is úgy szokott lenni, hogy egyszer csak megcsörren a telefon, és azt mondja valaki, hogy csináljak valamit. Dante halálának 700. évfordulója van idén, és akkor arra fölkért a szegedi Tiszatáj folyóirat, hogy írjak egy cikket Dante fordításáról, hiszen magam is foglalkoztam el. Ez lesz a nyári feladat. Van ilyen nagy álom, mint a színészeknek a színészálom, amit le szeretne fordítani, vagy az már megvan? Hát egyrészt megvan, a Szent Iványi álom meg a Hamlet a két kedvencem, de szívesen lefordítanám, ha megrendelné valaki, az Antonius és Kleopátrát Shakespeare-től. Hát azért érdekes, mert ugye az egy szerelmi történet, de egy érett párnak a története, nem mint a Rómeó és Júlia, hanem azok már azért túl vannak sok mindenen. Özvegy, asszony, elvált férfi, és mégis egy csodálatos és tragikus szerelmi történet. Ami talán egy idős embernek is, hát talán a tollához jobban illene. Hát sok sikert kívánunk, sok köszönöm jó szépen. Munkát, sok jó leső munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.